Még több férőhely, új csoportszobával bővült a bölcsőde Tiszavasváriban. Kevesebb a körte. Az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent a körte termesztés Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is. Olvasó létra, minden korábbinál többen vettek részt Nyíregyházán az Olvasó létra programban. Korszerűsítették és új épülettel bővítették a városi bölcsődét Tiszavasváriban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az új csoportszoba kialakításával így már 92 gyermeket tudnak fogadni. Az intézményben külön fejlesztő szobát is létrehoztak a felzárkóztatást igénylők számára. Szőke Zoltán polgármester azt mondta, egy nagyot álmodtak 2019-ben a régi önkormányzati épületek korszerűsítése kapcsán, amelynek ez a fejlesztés is a része volt. Idén januárban kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok a Cseperedők bölcsődében Tiszavasváriban. Szeptemberben pedig már ez a látvány fogadja az ide látogatókat. A korszerűsítés eredményeként a teljes komplexum energiahatékonnyá vált, amit a falak, a lábazat és a tető hőszigetelésével értek el. Emellett új épületszárnyal bővült a bölcsőde, amelyben új csoportszobát, valamint egy fejlesztő szobát is kialakítottak. Bár a működési engedélyre még várni kell, hamarosan még több gyermek tudnak fogadni az intézményben. Egy csoportszobával bővül az intézmény, plusz 14 férőhelyet jelent, illetve ami egy kicsit úgy különlegességnek tartom, és nagyon büszke vagyok rá, egy korai fejlesztő szobával is bővül az ellátásunk. Ez azt jelenti, hogy azok a gyermekek, akik a fejlődésükben valamilyen területen elmaradást mutatnak, korai fejlesztésük javasolt, vagy sajátos nevelési igényűek, itt helyben a bölcsődei életük során, a mindennapjaik során gyógypedagógus felügyelete mellett megkaphatják a korai fejlesztést. Süsszállap, fényes nap, Isten kapujába. A legkisebbek műsora az átadó ünnepségen. Az intézmény az új épületrészbe került csoportszobának köszönhetően összesen 92 férőhelyesre bővült. Szőke Zoltán polgármester azt mondta, a 175 millió forint értékű beruházást Európai Uniós pályázati forrásból tudták megvalósítani. 2019-ben az önkormányzat mert egy nagyot támadni, és elhatározta, hogy az összes leszakadó, lemaradó, elmaradott, elhanyagolt és rossz állapotban lévő intézményt igyekszik felújítani az 5 éves ciklus alatt, hiszen nagyon sokat költöttünk karbantartás, rossz nyilászárók, nem energiahatékony intézmények, és ezek közé tartozott az említett bölcsőde is, ahol most vagyunk. Nagyot álmodtunk, a bölcsődével kapcsolatban viszont sokat kellett még álmodni, hiszen 2022. januárjában jelent meg az a pályázat, amit a bölcsődével kapcsolatban be tudtunk nyújtani. Az átadó eseményen Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, az Unió és a magyar kormány elkötelezett a bölcsődék folyamatos fejlesztése mellett. A választókerületben 9-10 helyen bölcsőde építést tűztünk ki, és hál' Istennek azt tudom mondani, hogy 100%-ban teljesült, mert eddig 10 bölcsőde fölépült, ez a 11. a 20 településből, és volt, ahol már volt ilyen bölcsőde, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hiszen hogyha a gyerek 2 éves kora után vissza akar menni a fiatal anyuka dolgozni a munkaerőpiacra, akkor legyen meg a lehetősége. És hogyha ilyen szolgáltatás rendelkezésre áll egy településen, akkor az képes a fiatalokat megtartani, vagy odacsábítani, és a népesség megtartó ereje is nő a településnek. Ez itt Tiszavasváriban különösen fontos, mert az elmúlt években őszintén meg kell mondani, volt innen egy jelentős elvándorlás. A szemléletformáló rendezvény keretén belül a résztvevők a környezettudatos nevelés fontosságáról hallgathattak előadást, amelyet az ünnepélyes szalagátvágás és játékos családi programok követtek. Csökken a körtetermesztés, nehéz munkaerőt találni, új kórokozók jelennek meg, és szűkül a felhasználható növényvédőszer hatóanyagok köre. Ezekhez jön hozzá a generációváltás kérdése, ami az egész hazai agráriumot jellemzi. Az elmúlt 10 évben folyamatosan csökkenő körtetermesztést ezek a körülmények is nehezítik. A körte egy nagyon különleges gyümölcs. Termesztésének nehézségi foka sokkal magasabb, mint az almáé.
A Körte által igényelt környezeti paraméterekből, ráadásul ebben az évben semmi sem valósult meg. Komoly növényvédelmi, termesztés technológiai szempontokat kell figyelembe venni a Körténél, ami ráadásul nagyon páraigényes is. A Körte termesztés a megyénkben csökkent, de országosan is elmondhatjuk. Az elmúlt 10 évben egy 2500 hektárról egy 1900 hektár körüli termőfelületre esett vissza a Körtének a termesztése. A megye ebből a területből egy 500 hektár körüli mennyiséggel veszi ki a részét, és ezzel végül is jelentős Körte termesztő természetesen. Az extrém kánikulai hőség rendkívül felgyorsította az érési folyamatokat. A gazdáknak igyekezniük kellett, hogy megmentsék az amúgy sem bővelkedő termést a fákról. Az idei termés azokkal a igényelt, a Körte által igényelt környezeti paraméterekben semmi nem valósult meg, hiszen az a korai virágzási időszak az a Körtére is hatással volt, mint az összes többi gyümölcsre, és ez megmutatkozott a betakarításban is, hiszen képzeljük el, hogy most lenne a Körtének a legfőbb betakarítási időszaka. A korai fajtáink, a vilmos körtéket augusztus végén szoktuk szedni, és a legnagyobb mennyiségben termesztett körténk, a boszkobak, az pedig ebben az időszakban, szeptember első dekádjától szeptember végéig történik a szüret, és van még néhány fajta, Peckham Triumph és egyéb fajták, amelyek ilyen kemény téli körték, és ezeknek szeptember vége, október eleje. És ott tartunk, hogy nincs körte a fán. Takács Ferenc kiemelte, nehéz körülmények vannak a gyümölcstermesztésben, nem csak azért, mert nehéz munkaerőt találni, hanem egyre inkább új kórokozók jelennek meg egy szűkülő növényvédőszer hatóanyag felhasználás mellett. Ráadásul óriási gondot okoz a generációváltás. A most megnyíló új ültetvénytelepítési támogatási rendszer viszont lehetőséget biztosít azok számára, akik szeretnék megújítani körte ültetvényeiket. Egy híján 300 ajándékkönyvet és oklevelet osztottak ki Nyíregyházán az Olvasó Létra program résztvevőinek. Az olvasás népszerűsítő kampányban 21 különböző iskolából minden eddiginél többen vettek részt, és a könyvtárból csaknem 1800 könyvet kölcsönöztek ki az alsó tagozatosok. A játékot 9 éve indította útjára a Vécse utcai fiókönyvtár, azóta az országos könyvtári mintaprogramok közé választották. 1749. Nem egy születésnapi gyertya és nem is egy évszám, hanem ennyi könyvet olvastak el idén alsótagozatos diákok a Vécsei utcai fiók könyvtárban Nyíregyházán. A minden korábbi rekordot megdöntő lelkesedés az Olvasó Létra elnevezésű programnak köszönhető, amelyben 21 különböző általános iskola diákjai vettek részt. A versenyzők közül 299-en jutottak el az Olvasó Létra legfelső fokára, amiért cserébe oklevelet és ajándékkönyvet vehettek át. A versenyt eredetileg B. Mikula Edit álmodta meg, azóta az országos könyvtári mintaprogramok közé választották. 3 éve dolgozom, mint pedagógus, tehát én 2 éve ismerkedtem meg Editkével, egyszer 3. osztályosokat hoztam, egyszer most pedig elsősöket. Most voltak a legnagyobb létszámmal, hiszen őket ugye már nullától kezdve én tanítottam. Igazából nagy munkát pluszban nem jelent, mert csak egy nagyon jó személyes példamutatásra van szükség szerintem, meg a lelkesítés, a folyamatos lelkesítés, ebben ugye a pedagógus nagyon jó példa, valamint ugye a könyvtáros is Editke, aki nagyon cuki és nagyon szeretik a gyerekek. Ezen a falon azoknak a diákoknak a rajzai láthatók, akik tovább jutottak az Olvasó Létra első létrafokán, vagyis már nem csak a hangos olvasási képességüket bizonyították, de le is tudták rajzolni az olvasás során átélt történeteket. Ez arról szól, hogy azok a gyerekek, akik megtanultak olvasni, azok egy picit begyakorolják, és ez a tulajdonképpen nagyon egyszerű olvasás, amit még ők tudnak, tehát hogy összetudnak olvasni szavakat, mondatokat, ez begyakorolódjon, egyre gyorsabb legyen, és átforduljon értő olvasásba, amikor már örömet jelent az olvasás. Erről szól ez a kicsit közösségi, kicsit olvasóvá nevelés, kicsit utánpótlás program. Mivel a Vécsei utcai fiók könyvtárban alig ha fért volna el 300 diák egyszerre, a könyvtár vezetése 3 csoportra bontva osztotta ki az ajándékokat.
Ez a második átadásunk, három ilyen átadás van a mai napon, 100 gyerek. Itt megköszönjük a pedagógusok, a szülők munkáját, és a gyerekek csodálatos teljesítményét. Kiosztjuk mindenkinek az oklevelet és az ajándékkönyvet, amelyet ezek a gyerekek megérdemelnek. Majd pedig Maticás Laci kedves semegéjével, csoki tortával ünneplünk. Maticás Laci az egyik legnépszerűbb olvasmány az olvasólétrás gyerekek körébe. Ön szereti a csoki tortát, minden évben ezzel ünneplünk, ezzel vendégeljük meg ezeket a gyerekeket. Az idén 9. alkalommal megrendezett olvasólétra programban a Jókai Mor Református Általános Iskola diákjai voltak a legaktívabbak, és a győztes osztály is innen került ki. Idén is bringa várossá változik Nyíregyháza egy napra. Az őszi biciklis rendezvény szeptember 28-án várja a családokat város szerte. A kiemelt sportesemény összeköti Nyíregyháza 10 település részét és a belvárost. A hétvégi rendezvény célja az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A 7. bringa városra is több száz érdeklődőt várnak szombaton. Családi kerékpározás helyszínévé válik Nyíregyháza a hétvégén. A Bringa város szíve ezúttal is a Kossuth tér lesz, ahol színes programokkal várják a résztvevőket. Ez egy olyan fontos népünnepi idézőjelbetéve, amely nagyon sokféle korosztályt megszólít. Vannak gyerekek egyedül, szülőkkel, idősebbek jönnek, jobb biciklikkel, igen jó biciklikkel, de olyanokkal, amelyet látszik, hogy használnak. És az hosszú távon nem csak egy fontos életmód, azt gondolom, hogy valaki kerékpározik itt a városban, a városon kívül, a hegyekben, bárhol. Segíti annyiban is a várost, hogy aki kerékpára pattan, nyilvánvalóan nem szennyezi a környezetét, és egy kicsit levesz a légszennyezettségből. Ezért is van az, hogy a város több alkalommal is népszerűsíti a kerékpározást. A Bringa város az egész város területét érinti. A pecsétgyűjtő helyek által a rendezvény összeköti Nyíregyháza 10 település részét és a belvárost. A civilek minden résztvevőt várnak a saját lakókörzetükben. A bringások nagy örömmel állnak meg megpihenni, illetve egy kicsit ott a lakókörzetnek a ott élőivel megismerkedni, hiszen el kell mondanom, hogy a biciklizés mellett ezeken a helyeken ilyen lakóközösségi élet is történik most már, hiszen ismerősök tudják, hogy ki biciklizik, várják őket. Tehát azt gondolom, hogy ez a sport mellett az egész várost összehozó lakossági tracspartinak nevezném. A Bringa város Nyíregyháza kiemelt sportrendezvénye, amely évek óta a szponzorok támogató hozzáállásának és jelenlétének köszönhetően valósul meg. Ez egy egészséges dolog, környezetbarát dolog, és lehet így is iskolába járni, lehet így is dolgozni járni, akár a gyerekekkel közösen, akár külön. A közlekedési apró szabályokat már a gyereknek el tudja magyarázni, szép lassan, mire korban a gyerek oda nő, és mondjuk egy ilyen családi háttérben nő fel, ahol preferálva van egy ilyen közlekedés, az mind egészség szempontból, mind az együtt közlekedésnek a minőségén javít. A rendezvény 8:30-kor regisztrációval és a menetlevél felvételével kezdődik a regisztrációs bringa pontokon. Idén 11 pecsételési pontot alakítanak ki, további 7 szponzori ponttal kiegészítve. Az elmúlt években megszokottól eltérően ezúttal a résztvevők a kiindulási pontba visszatérve vehetik át az ajándéktárgyakat a megfelelő számú pecsét összegyűjtését követően. A Természetvédelmi Világszövetség a kihalással fenyegetett fajok vörös listáján a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta a Gran Canaria szigeten őshonos óriásgyíkot. A világon mindössze 5 állatkertben lehet velük találkozni, ebből egyik a Nyíregyházi Állatpark. Az itteni tenyészpár nemrég egy nagy tojás számú fészekaljat rakott, amelyből 2 kisgyík látott napvilágot. Igazán szerencsés volt a híradó stábja, hiszen kameránk előtt is aktív volt az egyik karanténban lévő Gran Canaria óriásgyík. Bár jelenleg még nem látszik annyira óriásnak, hiszen mindössze pár centiméter hosszúságú. A 2 hüllő addig lesz itt, míg el nem érik a megerősödött körülbelül 15 centis nagyságot.
hogy ezt minél hamarabb elérjék, hangya méretű tücskökkel és pici csótányokkal etetik őket a gondozók. Később, ahogy nőnek, növényi eredetű táplálékra állnak majd át, magokat és virágszirmokat fognak fogyasztani. De nem csak azért különlegesek, mert étrendjükben a növényi eredetű táplálék dominál. A Természetvédelmi Világszövetség a kihalással fenyegetett fajok vörös listáján a kritikusan veszélyeztetett kategóriába sorolta őket. A természetben számos veszély fenyegeti, ide tartoznak az invazív fajok, leginkább a kóbormacskák, de főleg a betelepült 80-as években a szigeten elterjedté vált kaliforniai királysikló az, ami a legnagyobb pusztítást végzi a populációban. Azokon a területeken, ahol ez a sikló már megtelepedett és szaporodik, ennek a gyíkfajnak az állománya több mint 90%-kal csökkent, tehát szinte eltűnt ezekről a területekről. Állatkertekben mindössze 5 helyen található meg a világon, úgyhogy tényleg nem egy gyakori fajról van szó. Ezért külön öröm, hogy sikerült őket tenyészteni. Magyarországon eddig egyetlen állatkertben sem sikerült. Tavaly viasz tojásokat már rakott le a nőstény, majd a hímmel közös teleltetés után idén nyáron egy 27 tojásból álló fészekaljjal örvendeztette meg a gondozókat. Ez egy nagy fészeknek mondható, de a keltetés során kiderült, hogy ezekből csak 2 termékeny. Azokból viszont egészséges kisgyíkok keltek ki. Kameránk előtt viszont csak az egyik mutatta meg magát. Ez még egyelőre csak spekuláció, gondolkozunk azon, hogy lehet, hogy különböző, tehát az egyik hím és a másik egy nőstény egyed lesz majd. Amit mi már megfigyeltünk a tenyészállatoknál az, hogy a nőstény az napközben sokkal több időt tölt elrejtőzve, és ő inkább késő délután válik aktívvá, akkor jön elő táplálkozni. Ezzel szemben a hím napközben is több időt tölt szem előtt, úgyhogy ez a természetben is hasonlóképpen működik. Hát remélhetjük, hogy két ellentétes nemű egyedről beszélhetünk majd. A tervek szerint később ők is másik állatkertbe kerülnek majd. A nőstény pedig, ha tojásrakás előtt fog állni, akár csak az anyja, jászbogár lárvákat kap majd a fehérje és kálciumpótlás biztosítása érdekében. Négy pontot szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli csapatok az MB3 8. fordulójában. A Sinyő 2-0-ra legyőzte a DVSC második csapatát, a Máté Szalka pedig hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent a 60-nal. A Kisvárda 2 a DVTK 2-től kapott ki 3-0-ra, a Nyíregyháza Spartakusz második csapatát pedig a Karcag győzte le 2-1-re. Az északkeleti csoport tabelláját a 100%-os Deac vezeti. A Sinyő a 9., a Máté Szalka a 12., a Kisvárda 2 a 13., a Nyíregyháza Spartakusz 2 pedig a 14. helyen várja a folytatást. Második bajnoki mérkőzését is megnyerte a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Türk Ferenc együttese az MB2 D csoportjának második fordulójában a Hajdunánást verte 30-25-re. A Nyírbátor Hajdúszoboszlón szenvedett 28-22-es vereséget, a Kisvárda pedig Hajdúböszörményben kapott ki 28-25-re. Szombaton a Szike Nyíregyháza a Nyírbátort fogadja. Több év szünet után rendeztek ismét felnőtt kézilabda mérkőzés Nyíregyházán. Az NB2 D csoportjában az újonc Szike Nyíregyháza a Hajdunánást fogadta. A meccset teltház előtt játszották a Tiszavasvári úti csarnokban. 21-ben alapítottuk meg a Szikét, baráti társaság, kézilabdáztunk mind a hányan, egymás ellen is játszottunk, egymással is játszottunk nagyon sokat, és igazából mi az, hogy Nyíregyházán idézőjelben megszűnt a, nem azt mondom, a kézilabda, hanem a felnőtt kézilabda, azt nehezen tudtuk hova tenni. Ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy utánpótlás, szépen felépül ez a történet, és a célunk az az volt, így van, hogy minél hamarabb visszahozzuk Nyíregyházára a kézilabdát, és szerintem láttátok, hogy milyen csodálatos élményt okoztak a srácok itt a teltházas csarnokban. Az első fél időben ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, szinte végig a hazaiak vezettek, 30 perc játék után 15-14 volt az állás. A második játék részben sem változott a játék képe, 24-24 után viszont a Nyíregyháza ellépett ellenfelétől, és végül 5 góllal megnyerte a mérkőzést. A Hajdunánásban nagyon tapasztalt NB1-et megjárt játékosok vannak,
Igaz, hogy hiányosan érkeztek, és fiatalokkal is kivoltak, vagy fel voltak töltve, viszont nekünk pedig egy nagyon nagy nyomás volt az első hazai mérkőzés, és az látszott a játékunkon. Én azt gondolom, hogy igaz, a győzelmet nem kell magyarázni, de én nagyon bízom benne, hogy ugyanilyen sok néző előtt, és még ennél sokkal jobban is fogunk játszani. Szedlacsek János 6 góllal csapata a legeredményesebb játékosa volt a találkozón. A szélső szerint a jövőben tovább javul majd a játékuk. Először is óriási élmény volt, tehát ennyi ember előtt játszani, az fantasztikus volt, és innen is látszik, hogy Nyíregyházán van igény a jó kézilabdára, úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek. Egy borzasztó nehéz meccs volt, de megint megmutattuk, hogy küzdeni, és mindig ilyen szívvel játszunk, akkor jönni fognak az eredmények, reméljük. Még most alakulunk, szokjuk egymást, nagyon jó társaság, úgyhogy én szerintem jók leszünk idén, remélem, hogy összeállunk még jobban, mert azért még vannak hibák, de nagy szívvel játszunk, úgyhogy reméljük, hogy így marad. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Kisvárda 28-25, Hajdúszoboszlón-Írbátor 28-22 és Balmazújváros Deac 2 30-41. Két forduló után a Deac 2, a Szikeny Nyíregyháza és a Hajdúszoboszló 100%-os a D csoportban. Szombaton a Nyíregyháza Nyírbátort fogadja, a Kisvárda pedig Balmazújvárosba látogat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. 78-ról 92 férőhelyesre bővül a bölcsőde Tiszavasváriban. Ehhez egy új épületszárnyat építettek Európai Uniós forrásból. Szőke Zoltán polgármester azt mondta, az önkormányzat régi célkitűzése volt, hogy a fenntartásában lévő intézményeket korszerűsítse. A 175 millió forint értékű beruházás keretében nem csak új csoportszobával bővült az intézmény, de energetikailag is korszerűsítették az épületet. Az elmúlt 10 évben jelentősen csökkent a körte termesztés Magyarországon, ezért a hazai fogyasztás kiszolgálása egyre nehezebben oldható meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye a legnagyobb gyümölcstermő körzet, de a körtérek nem ez a legjobb termőtáj az országban. 9. alkalommal szerveztek olvasólétre a nyári programot Nyíregyházán a Vécsei utcai fiók könyvtárban, amelyre idén minden korábbinál többen jelentkeztek. Az alsó tagozatos gyerekek számára létrehozott olvasás népszerűsítési játék végén a diákok könyvjutalomban részesültek, amelyet összesen 299-en vehettek át. Szeptember 24-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb szerda este jelentkezünk ismét. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerdán délelőtt közepesen vagy erősen felhős, délután változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Szorványosan előfordul zápor, eső, zivatar. Sokfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Napközben 20-22 fokig melegszik fel a levegő.